Igen, Győző még mindig olyan aktív volt. Na, hát egy átlagos női táska súlya állítólag 1,3 kg, bár az elmúlt években... Nem, az enyém 80. Az egy súlyzókészlet benne van. Na, hát hogy milyen a tipikus női táska, és mi mindent árul el rólunk, vagy hát a hölgyekről, erre próbáljuk a választ keresni. Fogaras Éva, pszichológus, és Lipcsei Betta, műsorvezető. Sziasztok! Üdvözlöm Önt is. Na, hát ugye látjuk, Betta, hogy nálad azért egy jó nagy... Táskámat. Egy jó nagy, az nem 1,3 kg. Önmagában. Most nem olyan nehéz, megfoghatod egyébként nyugodtan. Annyira nem nehéz, de iszonyat nehéz szokott lenni. Általában nagy táskával járok ki, és mondta Linda, hogy az övé 80 kg szokott lenni. Kb. Az enyém is. De ez nagy táska, nyugtass meg. Ez nagy táska, de ennél van nagyobb is. Ez nagyon kicsi nekem. Főleg amióta megvan a kisfiam, most mondja 20 hónapos, azóta meg ilyen hajóbőröndöket hurcibálok a kezemben, mert tényleg minden kell, hogy legyen nálunk. Én is ez a típus vagyok. Igaz az, hogy rengeteg mindent árul el a hölgyekről a táska tartalma, és nem tudom, mert hogy belenézhetünk a táskába, és akkor kíváncsi vagyok, hogy önnek mi mindent árul el róla. Vegyük akkor, vagy kettőtök közé legyenek kedvesek, és akkor... Oké, szerintem először azért nézzük meg kívülről ezt a táskát, mert az is rengeteget elárul. Na. Tehát ránézünk erre a táskára, ennek stílusa van. Aha. Szerintem ránézünk a gazdájára szintén. Tehát ez már... A következő, ami úgy szemet szúr, hogy ez a táska ki lett választva. Ez okosan lett kiválasztva, tehát annak ellenőr, hogy színes, tehát nem fekete, vagy nem fehér, vagy nem natúrszín, amit ugye mindenhez fel lehetne venni. Ezt a táskát ugyanúgy nagyon sok mindenhez hordani lehet. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen egy okos döntés következménye volt, hogy ezt választottad. A táskaválasztásnak. Igen. Szintén gondolkodásra van, hogy ez a táska praktikus is, tehát válladon is tudod hordani, de igazából, hogyha szükséged van, éppen elő kell belőle venni valamit. Ez nagyon praktikus, ez a hosszú rész, hiszen ha kezedben van valami vásárlásnál, vagy gyerekcipelésnél, ez egy nagyon jó dolog, hogy így csak a válladra lehet dobni, és akkor kész. Így van, tehát az, aki ezt igényli, az azt jelenti, hogy tud egyszerre, képes egyszerre több dologgal foglalkozni, szeret, hogyha szabadon vannak a kezei. Úgy nem is gondoltam, hogy ennyi mindent. Nagyon sok minden. Csak az elején, csak nézve. Karcolgatjuk a felszínt. Az az igazság, hogy amikor valakinek a táskáját kézbe veszük, akkor ez kicsit olyan, mintha belelátnánk az életterébe. Belépnénk a lakásába, beülnénk az autójába. Utána, amikor kinyitjuk a táskát, megnézzük, hogy mi alapján dönthetett az élető. Tehát belenézek, egyébként rend van, de most megnézem, hogy vajon miért vásárolhat. Nem mindig van így, azért azt hozzátok. Ezt akartam kérdezni, hogy azért mindig van. Ki van takarítva. Igen, most ki van. Az összes papír zsebkendő ki lett dobálva. Na, tehát azért egy csomó rekesz van bennem. Tehát ez az ember szereti a... Tehát rendszerben gondolkodik, szervezi az életét. Szüksége van arra, hogy a dolgait úgy rendszerbe foglalja. És látszik is, hogy ezek úgy használva is vannak, ezek a különféle fakok. És akkor most úgy megnézzük, hogy mi minden van ebbe a táskába. Tehát itt van rögtön egy mesekönyv, tehát kisfiad van, gondolom. Sőt, van, biztos, hogy van nálam valami zenélő nyújtó. Igen, mindig olvasni. Igen, oké. Tehát ennek az anyukának gyereke van, és mindig gondol arra, hogy a gyereket le tudja kötni. És ugye emellett gondolom még akkor a, nem tudom, piperet, cuccok, meg ilyesmi. Igen, van, és akkor szer nagy neszer, ez az. Ami nagyon fontos, én úgy látom, hogy ez egy határidő napló. Bocsánat, nem akarok belenézni, de amikor egy anyukának, ráadásul egy pici gyerekes anyukának a táskájában határidő naplót látok, akkor az azt jelenti, hogy ennek az anyukának van arra igénye, hogy élje a saját életét is. Ezt egy nagyon jó dolognak tartom, tehát hogy nem adta fel saját magát azáltal, tehát a gyereke miatt. De most ugye egy kisgyermekes anyuka táskájába kukkanthattunk bele, ugyan Lindának a táskáját nem láthatjuk, de neked mondjuk mi minden van a táskádban, neked minden. Nekem, hát természetesen az összes női cuccok, tehát sminktől kezdve minden, de én komolyan ilyen túlélő táskám van. Ez mit mond el? Extra cipő, extra hajlottól kezdve, igen, torokspré, bármi, tehát azért minden van nálam, és mindig az egész családom azon csúfol, vagyis azzal csúfol, hogy úristen, Linda hajóbőröndel utazik, akárhova megy. Ez mit árul el, mondjuk akkor Linda személyiségéről? Linda tutira akar menni, tehát ő a biztonságot kontrollálja, egy kontrollfreak ember vagy. Hát valószínű, van benne valami. Igen. De tényleg így van egyébként, hogy ilyen kis nasik, meg rákcsák, ezek életre tudnak menteni a dugóban, vagy bárhol. De amúgy Betta, mielőtt gyermeket született volna, előtte is amúgy ennyire tudatos volt a táskád? Tudatos volt, kézfertőtlenítő, körömlak, rúzs, ilyen-olyan mindenféle kis posztitok, fülhallgató, rágó, készfrém, minden, amikkel, sőt, még varrókészlet is volt nálam régebben,
képzeld el. Bármi van, előfordult olyan, hogy valami leszakadt, kiszakadt, és mentél egy fontos megbeszélésre, akkor nem volt idő egy új felsőt venni gyorsan, vagy ilyesmi, tehát akkor nagyon jól jött. Úgyhogy nekem is a barátnőim mindig tudták, hogy bármi kell, fejfájás, csillapító vagy. Az van. Akkor nálam. Plusz bármi, nálam tuti van. Egyébként nem. Az van ugye csak, hogy említette, hogy mennyi fak, meg kis rekesz van a táskákban, tehát gondolom, hogy a táska készítők is azért már ennek megfelelően gyártják ezeket a táskákat. Tehát, hogy akkor ez igazából a gyártó tudatosságáról árulkodik, vagy a vásárló tudatosságáról? Hát azért a gyártó, hogyha el akarja adni a terméket, akkor tudatos gyártónak kell lennie. Tehát pszichológus segítségét igénybe veszi mondjuk a táska megtervezésére? Hát akár igen, de lehet, hogy neki van egy jó rálátása. És akkor ők tudják, hogy mire lenne szükség. Lenne olyan dolog amúgy, amit még beletennél egy táskába, vagy beletennétek? Ami mondjuk... Nehéz. Lehetne gyártani olyan kis apró neszeszert, amiben már minden benne van, és akkor neked kéne összeválogatni. Hát egy kis kézkrém, kis papírzsebi, kis szájfény, ez az a mondás, és akkor nem neked kell összeválogatni, nem alapból van egy táskában lévő neszeszer, ilyen kis túlélő neszeszer. Önnek milyen a táskája? Én nekem többféle táskám van, tehát nekem van igazából egy egész picit, ami csak egy mini táska, benne van a tárcám, egy fésűm, egy parfüm, igen, az majdnem minden nőnek a táskájában van. Mi van még benne? Papír zsebkendő, körülbelül ennyi, meg lehet, hogy egy pici csoki, sajnos. Pontban is vagyunk egyébként, amikor buliba megyünk, mert akkor csak egy kis pici táskát illik, vagy lehet magunkkal vinni, és akkor mit hagyják ki? Tehát hát ez az. A legnehezebb döntés, nem? Hogy tényleg mi az, hogy otthon hagyom. Olyanokat kéne, hogy mini rúzsokat, ilyen mini smink, vannak lehet kapni, ugye, mint fokrémbe, tusfürdőbe, lehet kapni ezeket, amiket ugye a repülőre fel lehet vinni. Igen, tehát ott azért láttál a női táskát azért egy ilyen ekkora kis klácsba, hogy mi férjen bele azért, az komoly szelektálás kell. Minek van nagyobb jelentőség egyébként, amikor a hölgy választ, mi az árulkodóbb? Például a szín, a külcsín, tehát maga a dizájn a táskának, vagy pedig az, hogy mennyire praktikus? Hát én azt gondolom, hogy amikor úgy ránézünk, akkor egy benyomásunk lesz a viselőjéről. Tehát van, akinek egyébként az a fontos, hogy praktikus legyen, van, akinek az a fontos, hogy mutatós legyen. De azért minden nő úgy meggondolja, megérzi azt, hogy neki milyen táska való. Tehát amikor én például egy ilyen kis klácsot látok, és ezt nem alkalomra használja le minden nap, akkor azt gondolom, hogy ez az ember nem nagyon tanul a saját helyzeteiből. Tehát nem egy olyan túlfejlődőképes ember, aki napi szinten klácsot hord magával, mert számtalan olyan helyzetbe botlik, ahol ez megoldhatatlan helyzet. Kiesik a kezéből, nem lesz szabad a keze, nincs nála nagyjából semmi. Tehát, hát hogyha... vagy képes minden nélkül élni, és elengedni dolgokat. Igazi tehát azért ez más, igen, ez más is jelent. Gondolj bele, Linda, otthon hagynád a táskádat egy nap. Én nem tudok mit kezdeni magammal, tehát én azt sem tudom elképzelni, hogy ekkora bármivel, még bulizni sem. Tehát... Ez ennyi? Tehát ez ennyire hozzá tud nagyon nőni? Sokat, nagyon sokat. De akkor gondolom nem a táska, hanem a táska tartalma az, amit mesztelennek érzi magát egy nőt. Igen, az nyugtat valamilyen szinten. De akkor most így az nyugtatja a hölgyeket, hogy akkor lesz az outfit és az egész megjelenés tökéletes, hogyha ott lóg egy táska, vagy a tartalma? Tartalma nekem. Megoldóképesek. Tehát akkor egy reklámszatyorba tegyük bele, nem? Én az vicces lenne menni, hogy nálózatból a kis parfümön kell, meg mindenne. De kétségkívül, hogy a tartalma nagyon fontos. Tehát, hogyha nem lenne nálam, lehet, hogy nem is kellenének ezek a dolgok, de biztos bebeszélném magamnak, hogy valami kell belőle, ami magabiztosságot ad, önbizalmat. Így van, tényleg így van. Hogy meg fogom tudni oldani a helyzeteket. Hogy mi férfiak mennyivel másképpen, amúgy nálunk is vannak ilyen dolgok, de nekem például a laptop táskámban van benne néhány. Zseberben, gyors betöltve. Azzal már szoktam operálni. Na, hát jó, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, és hát köszönjük, hogy betekinthetünk a kis privát zónába. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hát a tiédbe is, azért rólad is megtudtunk néhány dolgot. Egy-két dolgot elárultam. Köszönjük szépen.